karácsonyi hal. Ugyan rossz évet zárnak a termelők, de lesz elég hal az ünnepi asztalon. Évforduló, a József András Múzeum megalapítására emlékeztek az intézményben. Tapír tréning, dörzsi kefével nyugtatják az állatot, hogy kezelni tudják az orvosok. Nehéz évet zártak a haltermelők, az asszályos nyár és a növekvő takarmányárak nem könnyítették meg a dolgukat. A halhiány nem csak hazánkban, egész Európában gondot okoz. A karácsonyi asztalról azonban ezen az ünnepen sem fog hiányozni a magyar hal. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Várhatóan az exportra szánt mennyiség lesz ezúttal jóval kevesebb. A következő hónapokban azonban újabb drágulásra kell számítanunk a takarmányárak növekedése miatt. Hatalmas hálóban teredik a halakat a tó egyik végéből a másikba. Kell az erő a munkához, több ezer kilogrammot mozgatnak a kemecsei haltelep dolgozói. Az sem árt, ha jól bírják a hideget, van, aki több mint fél órát is eltölt a most már mindössze 4-5 fokos vízben. Alá vagyunk öltözve, még ezt hagyják, amíg nincsen mínusz fok kint, addig jó. Mindezek ellenére jó hangulatban zajlik a munka. Étkezési halat jellemzően pontyot telehetnek ezen a telepen. A megye több pontján lévő halastavakból kifogott halak kerülnek ide, itt ugyanis könnyebb a nagy kereskedelmi értékesítésük. Idén sem volt könnyű évük az ágazatban dolgozóknak, elsősorban az időjárás miatt. Mivel az asztalra kerülő halat 3 év alatt állítják elő, az időjárást is ennek táblatában kell nézni. Az előző 2 év nagyon asszályos volt, ahogy ez a nyár is forró és száraz. Most kerülnek azonban csak napvilágra a negatív hatások. Egy alacsonyabb vízszint eleve kisebb életteret biztosít a hal számára. Az a természetes táplálék, amely rendelkezésre kell, hogy álljon a megfelelő növekedésnek, hiszen a növekedési erej tulajdonképpen, illetve a növekedési lehetőségek egyfelől a takarmányozásból, másfelől pedig a természetes táplálék rendelkezésére állásából adódnak. Ez nyilván így korlátozottabb. Aztán kitettebb a különböző hallevő ragadozóknak, gondolok itt a különböző madárfajok kártételére, illetve emlősfajok kártételére, hiszen könnyebben hozzáférnek ez az állományhoz. A sirályok már itt is kapásra várva rúják a köröket a magasban. A haltermelők dolgát a takarmányárak emelkedése is nehezítette, bár ez inkább a jövő évi termelésre hat majd negatívan, hiszen sok helyen előre betáraznak takarmányból. Mivel ezt teszi ki a költségek akár 40-45%-át, a termelők nem tudják lenyelni a veszteséget. Az általunk megkérdezett szakember szerint noha a ponty idén valószínűleg már nem drágul tovább, várhatóan jövő tavasszal lehet ismét áremelés. A termelőknek már nagyon régen a takarmányáraktól kezdve a béreken keresztül az egyéb input költségeken át nagyon komolyan oda kell figyelni arra, hogy megfelelő termelékenységet, megfelelő jövedelmezőséget tudjanak elérni. Tehát ugye különböző gazdasági folyamatok miatt azért zárszínvonal általában növekszik minden megtermelt akár állat, akár növény után. Nem lehet elmondani a haltenyésztésben, hogy ez az árszínvonal emelkedés az olyan volt, mint ami elvárható lett volna a termelők részéről. Egyszerre több mint 200 kiló hal is lehet a hálóban. Ebben emelik át a teherautóra, amely óriási tartályokban viszi tovább a kereskedőkhöz. A magyarok évente átlagosan 6,5 kiló halat fogyasztanak, döntő részét a karácsonyi időszakban. Attól idén sem kell tartanunk, hogy nem kerül hazai hal az ünnepi asztalra, várhatóan az exportra szánt mennyiség lesz ezúttal jóval kevesebb. Jelentősen megnő a lakástüzek száma decemberben, az adventi gyertyák és az elektromos fényfűzérek potenciális veszélyforrások. Érdemes odafigyelni, hogy a karácsonyi várakozás ne rontsa el egy esetleges tűzeset. Vasárnap gyújtották meg az első adventi gyertyát megyeszerte, például Kisvárda főterén. Nem csak a közteleken, de az otthonokban is fellobbantak az első lángok. Leskovics Zoltán, a megyei katasztrófavédelem tűzoltó alezredese azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy van néhány olyan tudnivaló, amivel megelőzhetjük, hogy tüzet okozzunk lakásunkban.
ellenőrizzük le, hogy az ott elhelyezett, az adventi koszorún elhelyezett gyertya mennyire stabilan áll, vagy ha önmagunk készítünk ilyen adventi koszorút, akkor meg úgy készítsük el, úgy helyezzük fel ezt a gyertyát, hogy ez stabilan álljon, tehát rögzítve legyen, rendszerint így következik be a tűzesemény, hogy ez a gyertya akár önmagától, akár mondjuk húzat hatására el fog dőlni, és meggyújtja a környezetében lévő égető anyagot. És akkor itt a másik, mondjuk úgy neuralgikus pont, az, hogy ne kerüljön az égő gyertya közelében égető anyag, mert hogyha véletlenül az emberi figyelem központjából kikerül ez az égő gyertya, akkor sem gyújtsa meg a környezetében lévő égető anyagot, hiszen az majd okozza a tűz továbbterjedését. A katasztrófavédelem figyelemfelhívó filmjében a karácsonyi veszélyeket is bemutatják. Egyre gyakrabban használnak inkább elektromos fényfüzéreket a fán és a házban, sem mint gyertyát. Ezek használatánál is érdemes néhány egyszerű szabályt betartani. Vásárlás során ellenőrzött körülmények között vásároljunk ilyen eszközt, és amit szerkesztő úr is mondott, tehát, hogy nézzük meg, hogy ez hová való, kültérre, beltérre. Ami még fontos lehet elektromos berendezések, elektromos hálózat vonatkozásában, rengeteg elektromos berendezést használunk, ezek teljesítmények különböző lehet összeadódva, a hálózati túrterhelést okozhat, nem minden épületünk, lakásunk mostani építésű, a régebbieknél feltételezhetően kisebb teljesítményre készültek azok a hálózatok. Adott esetben szükséges ezek felülvizsgálata, szakember általi felülvizsgálata, győződjünk meg arról, hogy bírja ezt a terhelést, hiszen 2021-ben már mindenféle eszközünk, berendezésünk szinte elektromos meghajtású. A szakember még arra is felhívta a figyelmet, hogy életet menthet ezekben a hónapokban a szénmonoxid mérő berendezés is az otthonokban. Annak felszerelése néhány ezer forintos költség ugyan, de komoly bajt és kárt tud megelőzni. Ma van a József András Múzeum napja. 1868. december 1-én alapították a kulturális intézményt. Az évforduló alkalmából promúzeum díjat adományoztak, és megkoszorúzták József András sírját az északi temetőben. Meghatódottság és öröm kísérte az első alkalommal adományozott promúzeum díjak átadását a József András Múzeumban. Az elismerést azért alapították, hogy egyrészt megbecsüljék a szakmailag elkötelezett kollégákat, másrészt díjazzák azokat a felajánlókat, akik felbecsülhetetlen értékű tárgyi adományt ajánlottak fel a múzeumnak. Rémiás Tibor igazgató rendkívül fontosnak tartja, hogy jutalmazzák a kiemelkedő hozzáállást. Nálunk ez egy kezdeményezés volt, én vetettem fel, én 5 éve dolgozom már itt a múzeumban, és szerettem volna olyan elismerést, olyan maradandó díjat alapítani, ami úgy a belső, mint a külső adományozók számára valójában maradandót jelenthet. A külsősök szempontjából mindig azokat fogjuk számon tartani, akik a nagyon sok műtárgyal támogatják a múzeumot. Belsősök számára pedig ez teljesen demokratikus szavazat alapján történik, tehát itt szavaztak a munkatársak, akik ebben az évben a legtöbbet tették. És több szavazat is, meg számtalan ember került előtérbe, tehát a díjazott kapta a legtöbb szavazatot, és maximálisan meg kell hajolnunk ezelőtt, de mi is egyetértünk azzal, hogy éppen ez a múzeumpedagógus hölgy, Ági kapta, akit mindenki szeret itt a múzeumban. A plakettet Balogh Géza szobrászművész készítette, melyen megjelenik az anarchi életfa, valamint a díjazott neve is. A Promúzeó belső díját Román Zoltánné kapta, aki a járvány alatt bevezetett online időszakban együttműködött a Kokárdás úti passzus összefoglaló elkészítésében, amely európai szintű elismerést jelentett a múzeumnak. Szakmai elhivatottsága és precíz munkája miatt a saját kollégái döntöttek úgy, hogy elsőként ő kapja meg a díjat. Nagyon dobog a szívem, és én azt gondolom, hogy mindig igyekeztem József András örökét követni, hogy mécses gyújtani, lámpás gyújtani,
azoknak az embereknek a szívébe, lelkébe, akiknek mi a múzeumpedagógiát átadtuk, vagy akár a múzeumandragógiát, a foglalkozásokat tartottuk. És hát nagyon nehéz valóban most szavakba önteni. Nagy köszönet a kollégáknak, hiszen amit igazgató úr mutatott, az a három részes füzet, az abban nagyon-nagyon sok kollégám is részt vett. Tehát az egy nagy közös munka volt, amit innen is nagyon köszönök nekik. A Promúzeó külsős díját ebben az évben dr. Bakai Mária kapta, aki nagyapja Bakai Szilárd világháborús kitüntetéseit, emlékplakettjeit és katonai egyenruháját is a múzeumnak adományozta. Bakai Mária számára az öröm mellett elégtétel is a díj, hiszen háborús hős nagyapját nem ismerhette, akit méltatlan módon családjától elszakítva titokban végeztek ki 1947-ben. Szerettem volna magamhoz hasonlóan, hogy tanulják meg sokan újraértelmezni a történelmet. Sok apróbb dolgot, amik úgy elsikkadtak az iskolákban, meg mások véleménye szerint. Mi ezeket a katonai dolgokat nem tartottuk fiókba, hanem a fiammal együtt növekedtünk vele. A saját lakásunkba minden nap találkoztunk ezekkel az anyagokkal, és ezért nagyon, nagyon mélyen velünk él, és itt él tovább abban a József András Múzeumban, ami nekem a családomat jelenti. A Nyíregyházi József András Múzeum 1868. december 1-jei alapítását nem csak a Promúzeó díjak átadásával tették ünnepélyessé. Az emléknapon koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak az északi temetőben, ahol a múzeum névadójára, megalapítójára, József Andrásra emlékeztek. Különleges fotóalbum állít emléket Tony Curtisnek, melyet a hét elején mutattak be Máté Szalkán. A városból elszármazott amerikai színészről a filmforgatásokon készült, eddig nem publikált fényképeket gyűjtötték össze. A Magyar Hollywood Tanács a következő időszakban is javában dolgozik Máté Szalkán, jövőre itt rendezik meg az első Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivált. Tony Curtis emlékét évek óta nagybecsben tartják Máté Szalkán. Nem véletlenül, a hollywoodi színészóriás a szatmári városból származik. A szalkai Schwarzházban egy különleges kiállítást tekinthető meg róla, nemrégiben pedig az épületben kialakított kávézót is a színészről nevezték el. Most újabb módon tisztelegnek Tony Curtis előtt a Máté szalkaiak. A szatmári múzeum a Magyar Hollywood Tanáccsal közösen egy különleges, 38 képből álló fotóalbumot állított össze a 2010-ben elhunyt színész magángyűjteményéből. Tony Curtis abban a lakóparkban lakott, Los Angelesben, ahol a mindenkori magyar főkonzul lakott, így az én szomszédom is volt, amikor én voltam a főkonzul 2007 és 12 között, és hát a lakása tele volt fotókkal. Imádta a fotókat, gyűjtötte, nagyon-nagyon szerette, és ezekből a fotókból kaptunk annak idején egy adagot. Ebből származik ez a 38 kép, ami ki is lett rögtön állítva, mint a Tony Curtis Emlékmúzeum első anyaga. Na és adódott rögtön a gondolat, hogy ezeket a képeket egybegyűjtve egy szép exkluzív album formájában adják ki. A kötet különleges verkfotókat tartalmaz, szinte valamennyi fénykép filmforgatásokhoz köthető, amelyeket ebben a formában publikálnak elsőként. Mindegyik képhez néhány mondatos háttér, történet fűződik, mikor készült, milyen körülmények között. Természetesen az adott filmet kell ismerni ahhoz, hogy az ember beleélje magát abba, hogy mi is a háttere az adott fényképnek. De én azt hiszem, hogy aki megnézi, kezébe veszi majd ezt az albumot, az rögtön kap egy teljes áttekintés Tony Curtis művészetéről. A Magyar Hollywood Tanács már szervezi a filmes szakma következő nagy eseményét. Jövő év közepén Máté Szalkán az idén felújított Adolf Cukor Filmszínházban rendezik meg az első nemzetközi Adolf Cukor Filmfesztivált, ahol a szakma hazai és külföldi nagyjai képviseltetik magukat.
Különös módszerrel, egy dörzsikefe segítségével tréningezték nyugodt fekvésre a Nyíregyházi Állatpark tapír nőstényét. A felkészítésre azért volt szükség, mert az állat néhány hónapja lábsérülést szenvedett, a sebet pedig a műtét után azóta is rendszeresen át kell kötözni. Csúnya lábsérülés szenvedett Ultima a Nyíregyházi Állatpark közel 200 kilós nőstény tapírja. A sebet végül műteni kellett, és az operáció után hónapokkal is folyamatos átkötözést igényel. A kezelést eleinte altatásban végezték, de az eljárás hosszabb távon megterhelte volna az állat szervezetét. A gondozók és az állatorvosi tím ezért úgy döntöttek, hogy a szükséges kötéscsere érdekében nyugodt fekvésre tréningezik Ultimát. Míg egyes állatoknál egy finom falat vagy játék a kulcs a közös munkához, a tapírok szívéhez más út vezetett. Mindenképpen pozitív megerősítéssel dolgozunk itt az állatparkban az állatainkkal. Valakinél egy jutalom, valakinél a jutalom falat, valakinél pedig a játék segít. A tapír teljesen másként működik, ők a masszást szeretik, és gyökérkefével vakarva masszíroztuk át őket. Ez azért is volt jó, mert hogy ebben az időben, most is ugye egy kicsit esős, meg nyírkosabb az idő, a kötés nem ázhat fel, az állatok nem mindig mehetnek ki a kifutóba, viszont igényük van a fürdésre. És a gyökérkefét benedvesítve viszont nedvesen is tudtuk tartani a bőrét, anélkül, hogy a kötés átázott volna, így dupla haszna lett ennek a gyökérkefés kezelésnek, úgyhogy masszázsra szépen a hátukra feküdtek, és így már a kötéscsere megoldható volt altatás nélkül. A csapatmunka meghozta a várt eredményt. A masszázs tréningnek köszönhetően a Nyíregyházi Állatpark állatorvosai hetente többször tudják kezelni a tapírasszony lábát. A szakemberek szerint pedig már közel a teljes gyógyulás. 30 méteren keresztül tolt maga előtt egy nyerges vontató egy személyautót ma délelőtt a Vasgyár utcán. Az első információk szerint szabálytalan sávváltás miatt ütközött össze a két jármű egymással. A személyautót hosszan tolta maga előtt a teherautó. Mivel a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, a rendőrség indított eljárást. Másfél órán át volt forgalomkorlátozás a helyszínen. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A tabella 7. helyén tölti a bajnoki szünetet a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák pénteken felkészülési meccset játszanak Szolnokon, bajnoki mérkőzésen pedig legközelebb december 10-én Szegeden lép pályára Pető Ákos együttese. A válogatott világbajnoki selejtezői miatt több mint egy hónapos szünet van az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A nyíregyháziak eddig 11 meccset játszottak, és 6 elveszített találkozót követően sorozatban 5 mérkőzést nyertek meg. A legutóbbi oroszlány elleni találkozót követően éppen ezért 5 nap szabadságot kaptak a játékosok, majd elkezdődött a felkészülés a bajnoki folytatásra. A játékosok közül hiányzik Suárez, aki a chilei válogatottban szerepel a VB selejtezőkön. Ebben az évben még 4 meccs vár a cápákra, aztán januárban is egymást követik majd a mérkőzések. Az elején nagy hangsúlyt kapott az emlőléti munka, igazából múlt héten kezdtünk el megint bajnoki ritmusba edzeni, illetve múlt héten már játszottunk egy edzőmeccset, és a héten is fogunk egy edzőmeccset játszani, tehát azt mondom, hogy az utóbbi két hét az már bajnoki ritmus volt, az előtte lévő két hét az pedig inkább a fizikális felkészülésről szólt. Kis Benedek azzal a céllal vágott neki a szezonnak, hogy minél több percet töltsön a pályán. A 20 éves kosaras eddig 10 meccsen játszott és 4,5 pontot átlagolt. Összességében elégedett a teljesítményével, de szeretne még többet hozzátenni csapata játékához. A bajnokságot jól kezdtem, aztán egy picit úgy gondolom, hogy visszaesett a teljesítményem. Ezt a szintet szeretném tartani, ahogyan kezdtem a bajnokságot, és ennek érdekében mindent meg fogok tenni, illetve azért is próbálok küzdeni, hogy ne csak az első fél időben játszok a fiatal szabály miatt, hanem a második fél időben is. A két cápák jelenleg a 7. helyen állnak a tabellán az 5 győzelemmel és a 6 vereséggel. Szintén 5 győzelme van az előttük álló Pécsnek, Debrecennek és Kaposvárnak, igaz, mindhárom csapat egyel kevesebb meccset játszott. A szünetben több együttes is edzőt cserél, több helyen volt játékos mozgás is, így Pető Ákos szerint egyelőre kiszámíthatatlan, hogyan alakul a folytatás. Azt mondom, hogy a Szombathely kiemelkedik, hiszen még veretlen, illetve a Szolnoknak van egy veresége, de a 3-tól a 14. helyig olyan kicsi a szórás, hogy itt két forró alatt nagyon, nagyon lehet előre lépni, nagyon sokat lehet visszazuhanni. Az látszik, hogy aki még ott van esetleg most az 4.-5. helyen sincs biztonságban, illetve aki most le van szakadva, annak se szállt még el minden. Sokan ezért is változtattak, mert látják, hogy ez egy olyan bajnokság, hogy akár egy jó hajrával is oda lehet csúszni, akár a felsőházra is. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb december 10-én Szegeden játszik bajnoki meccset.
Azt követően ebben az évben még az atomerőműesével, a Debrecennel és a Kecskeméttel találkoznak a cápák. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Nehéz évet zártak a haltermelők, az asszályos nyár és a növekvő takarmányárak nem könnyítették meg a dolgukat. A halhiány nem csak hazánkban, egész Európában gondot okoz. A karácsonyi asztalról azonban ezen az ünnepen sem fog hiányozni a magyar hal. Várhatóan az exportra szánt mennyiség lesz ezúttal jóval kevesebb. A következő hónapokban azonban újabb drágulásra kell számítanunk a takarmányárak növekedése miatt. Ma van a József András Múzeum napja, 1868. december 1-én alapították a kulturális intézményt. Az évforduló alkalmából Pro Múzeó díjat adományoztak, és megkoszorúzták József András sírját az északi temetőben. Különös módszerrel, egy dörzsikefe segítségével tréningezték nyugodt fekvésre a Nyíregyházi Állatpark tapír nőstényét. A felkészítésre azért volt szükség, mert az állat néhány hónapja lábsérülést szenvedett, a sebet pedig a műtét után azóta is rendszeresen át kell kötözni. December 1-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, legközelebb holnap este várjuk majd Önöket a legfontosabb történésekkel, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Szerda este borult lesz az ég felettünk, hajnalban néhol gyenge eső is előfordulhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, általában 5 és 7 fok közé hűl le a levegő. Csütörtökön borult esős idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 8 fok között valószínű. A hétvégén már csapadék is várható, de marad a borult hideg idő.